Folytatódik tovább a podcast adásunk az előzőekben. Bolvári Ferdinándal beszélgettünk, aki kalocsai önkormányzati képviselő volt, és a téma az öveges program volt. Szintén ott volt velünk akkor Hon Gabriella, az átlátszó munkatársa Szabó Krisztián, a podcast adások technikai felelőse, illetve jó magam Hon András, aki vezeti ezeket az adásokat, és a vendégünk, időközben cserélődött, mert Hadházi Ákos Országgyűlési képviselő jelölt. Szerintem képviselő vagyok. Más kérdés, hogy jogaim azok nincsenek. Szóval Hadházi Ákos Országgyűlési képviselő, levegőben lógó Országgyűlési képviselő, és a téma ugyanaz az ÖLGES program, amelyről az előbbiek során hosszan beszélgettünk, arról, hogy ennek mi volt az oka, a természettudományi tárgyak korszerűsítése életszerűbb oktatása volt a célja, és számtalan uniós forrást vettek igénybe, hogy ezt megvalósítsák, és ezen uniós források felhasználása meglehetősen érdekesen alakult az országos figyelmet erre Hatházi Ákos hívta fel, miként tűnt fel az öveges program. Hát ugye ez 2014-ben volt a választások előtt. Én ugye akkor már 13 felétől már nem voltam a szexádi Fidesz frakciónak a tagja, de a választások előtt néztem, hogy olvastam ott a helyi újságot, és ott volt egy hír róla, hogy 300 millió forintért ünnepélyesen átadták ezt a helyi öveges termet, és egy picit ott megakadtam, hogy akkor itt ez mi, meg hogyan. Ráadásul ugye egy kicsit visszagondoltam, mert volt ennek egy előzménye, volt egy hevesi program is, arról ugye már nem beszélünk. A hevesi program az hasonló volt, csak a hevesi programban ilyen száz pár millió forintokat költöttek el. És akkor mondom, és, ja, és emlékeztem, hogy amikor a Hevesi programra behozták, akkor a, a, kérdezte a polgármestert a valamelyik képviselőtársam, hogy ez micsoda, és mondta, hogy nem tudja, de a pokorninak valami játéka, tehát hogy a pokorninak kell ez... Én nekem ennyi, ennyit tudtam én erről a projektről, és amikor ez a átadás volt, akkor nézem, hogy 300 millió forint egy tanterem. Ráadásul ugye az ember tudja, hogy ez, ez hogy néz ki, én kémiából felvételiztem, meg nem tudom, volt természetesen nálunk is, hogy hogy nézett ki egy kémia tanterem, és hát akkor mi a fene, hogy akkor ez hogyan történik. És akkor én megnéztem, a, egy kicsit kezdtem utána járni, és uh, akkor már ugye léteztek azok az adatbázisok, az, amit azóta hát próbálnak el lehetetleníteni, de léteztek azok az adatbázisok, amiből meg lehetett nézni, hogy melyik város uh, mennyi pénzt kap, meg mire, EU-s pénzt, meg meg lehetett nézni a közbeszerzéseket, tehát a közbeszerzési értesítőt akkor már rátették a internetre, és akkor elkezdtem nézegetni. És akkor néztem, hogy uh, Szexádon, nem tudom, 10 millió forintból csinálták a nyitói záró rendezvényt, ahol nem tudom, pár tanárt tanát meghívtak, e és megetettek szendvicsel, de néztem tovább is, hogy akkor, úristen, 20 Már ez a 300 millió belüli. Belül, ez a 300 millió belüli összegek, és akkor néztem, hogy 25 millióért megiratták a, munkafüzeteket, a fizika-kémia kísérleti munkafüzeteket, biológia munkafüzeteket, ami, ha mondom, akkor ez érdekes, de ezt akkor vajon máshol is megcsinálják? És akkor megnéztem más városban, és kiderült, hogy 40x helyen is megíratták a munkafizeteket. Én meg tudom, hogy ugye ez, ez hogy mondjam, ezek ugyanazok a kísérletek természetesen. Erről beszéltünk, beszéltünk meg előbb, és, a város nevét sem cserélték. A város nevét sem, és utána aztán még szebb volt, mert néztem, hogy 25 millió forintot fizettek szövegszerkesztésre. Tehát ugye, ahogy nézegettem végig városról városra a közbeszerzések Good. akkor mindenhol a szövegszerkesztésre is fizettek 25 milliót, ami már utólag derült ki egyébként, hogy PDF-fájba kapták meg, és annak a szövegszerkesztésére fizettek 25 millió forintot, és ugye még tovább mentünk, 25 milliót fizettek a... A, a PDF-ben sokkal leházebb Az is kell törni a programot, ez, ez, és utána a word könnyebb. Ez, ez így van, ez így van, vagy bele kell tölteni a fizetős verzióját. A, és utána akkor, akkor 25 millióért minden városba írtak egy tanulmányt, hogy hogyan sikerültek ezek a, ezek a munkafüzetek, és akkor jöttek még hozzá, hogy nem tudom én, 25 millió forintért valamilyen digitális kísérleteket kellett csinálni, amiket aztán sehol nem talált meg az ember, illetve 25 millió forint, ilyen 100-100 kísérletet kellett videón ezen felül, még videón előadni, ezekből látszanak, az ember rá megkeres, talál, amikor egy tanár ott áll a tábla előtt, és összeönt két dolgot, és elmondja, hogy mi volt, és ezek is ugye kijön, hogy nem tudom, 200 ezer forint per Igen, videó. akartam mondani, hogy ingyen csinálnak egyes hát, fizika, meg kémia tanárok a YouTube-ra a gyerekeknek. Ők ingyen csinálták, de ezért valaki nagyon sok pénzt felkért. És hát a 300 millióból ugye mindig annyi volt, hogy talán ilyen 30 millióért volt az építés, ami ugye azt jelenti, hogy két tantermet nyitottak egybe, és akkor 25-30 millió forint a bútorok, ami megint csak nagyon túlározottnak tűnt. De ami a legfontosabb, hogy elkezdtem nézegetni egy táblázatba írni, hogy kiktől kértek ajánlatot, mert ezt akkor lehetett látni a közbeszerzési adatbázisban, kiktől kértek ajánlatot, és mennyiért adták ezeket az ajánlatokat, és ki lett a nyertes. És aztán így nagyon szépen kijött egy mintázat, hogy mit tudom én, a nyitó rendezvényekre Szexádon, Zalaegerszegen, Békés Csabán és a negyedik kerületben, ez valószínűleg így is volt, ez úgy megmaradt nekem, nyitó rendezvényekben ugyanattól a három cégtől kértek ajánlatot, még véletlenül sem Szexádi, Békés -Csabai, vagy Zalaegerszegi, ugyanattól a három pesti cégtől kértek ajánlatot, pedig hát azt a valaki, akkor az, hogy szendvicseket csináltatni, azt ugye helyben beállt. Szóval ők két a, nagyon jól csináltak, csináltak szendvicseket. És ezzel gyönyörűen ez a rendszer, be is mutattam. Tehát egyrészt, hogy hogyan költik el, vagy lopják el a, a, az EU-s pénzeket, másrészt ugye ez nem történhet hogy csak úgy, hogy központilag szervezik. És itt az ellopás ugye nem azt jelenti, hogy az ő számlájára utalja, tehát kicsit azért ennél finomabban zajlik ez, tehát ez úgy néz ki, hogy ugyanazokat a cégeket megkérik a feladatra, amit ugye nem is hirdetik, meg nem is versenyeztetnek talán, ugye, tehát hol vannak azok a pontok, amire, ami miatt azt mondja rá, hogy, hogy ez egy lopás. Tehát Hát én még mondok akkor még egy példát, nem tudom, órarend tervező, mert nem, tanterem foglaltsági szoftvert is kellett 25 millióért minden 40 helyen írni. Tehát nyilván az lopás, tehát hogyha egy fölösleges dolgot csinálok és írtó drágán, az ugye a lopásnak a szinonimája. Az, hogy innen hova mentek a pénzek, tehát hogy az a cég, amelyik ugye megkapta a 25 milliót, ráadásul például ennél a konkrét példánál, megnéztem utána, hogy Szexádon május 22-én megkötötték a szoftver fejlesztésre a szerződést, és aztán 25-én át is adták a szoftvert. Na most, hogy ezek közül hova menne a pénz, ez lenne ugye, tehát hogy ezt ellopták, az biztos, de ez lenne ugye a nyomozásnak a feladata. Tehát azt ne én tőlem kérje a nyomozó, hogy én megmondjam, hogy innen kihez adtak pénzt. A nyomozás aztán nagy nehezen el is indult, sőt, egész zavarukban és azért, mert valószínűleg a Lázár meg a Balog Zoltán nem jöttek ki egymással, a miniszterelnökség egy nagyon korrekt, nagyon gyors vizsgálatot csinálta, ahol sokkal több részletet felfedett, mint amit én kívülről fel tudtam fedni és el is indult a nyomozás, és aztán ugye azt csinálgatták, hogy átrakosgatták egyik helyről a másikra. Először nem tudom én elindult a budapesti rendőrségen, az azt mondta, hogy ez költségvetési csalás kiadta a közép-dunántúli az, és ami legfontosabb, ott kaptam egy levelet, ahol leírták nem csak gyanúként, hogy itt Ö, ö, gyanúja volt a csalásnak, hanem azt írták, hogy ez tény, ezek máshogy nem történhetek, sőt, leírt a fekete felhéren, hogy ezt csak központilag lehetett szervezni, és ezért tette őt a központi navnyomozónak, aki aztán két év után letette dél Dunántúrra, de a lényeg az, és ez az egészben a lényeg, hogy ez csak úgy történhetett, ez a mintázat, ez a cégek meghívásának a mintázata, hogy ezt valahol valaki megmondta ezeknek a polgármestereknek, hogy ezt kell ö, meghívni ö, ezeket a cégeket, és ezért nagyon fontosnak tartom ezt az ügyet, mert ebben nem csak az van benne, hogy szervezetten hogyan lopták el ezeket a pénzeket, hanem az is, hogy hogyan szervezték, és hogy ez, azt is bizonyítja, hogy hogy szervezték. És aztán ugye a fő bizonyíték pedig, hát 8 év után arra is bizonyíték, hogy hogyan, Ö, nem foglalkozott azzal a nyomozó, hogy kik szervezték ezt, mert a végén ugye a legvége az, hogy ö, talán három ö, gyanúsított volt, akik néhány. Nem néha, három elítélt volt. Vagy, hát, most már elítélt is van, három elítélt van, akik néhány ö, ilyen munkafüzetet megírtak, és 70-70 millió forint kártért kaptak, ö, egy év, néhány évre felfüggesztett börtönbüntetést. Szóval azért érdekes ez, mert hogyha ugye uniós pénzekért pályáznak szervezetek, civil, kisebb-nagyobb civil szervezetek, és ott annyira nehéz. Tehát az ember azt gondolja, ha én már vettem ilyen már részt, és hogy nagyon nehéz csalni. Tehát ott mindent egy Excel táblázat be kell írni, a zsebkendőt, nem tudom, mindenfélt, is, hogy, hogy ez a számomra mindig rejtélyes hogy hogyan csinálják meg a gyakorlatban, tehát ez engem nagyon érdekel ez hát, a Hát ez a lényege, hát én. úgy, úgy, hogy van, akit ellenőriznek, van, akit nem ellenőriznek. Tehát ezeknél az uniós pályázatoknál, tudom, nekem is kollégám mondta, hogy ő bejelentkezett, nem tudom, én vett valami röngent, és utána ugye úgymond az utolsó szöget megnézik, de nem csak az, hogy a röngenen a szöget, hanem utána a teljes könyvelést, mindent ö, ö, annál, akinek nincsenek politikai kapcsolatai. Akkor pedig, hogyha ugye ezt maga a politika szervezi, akkor ö, gyakorlatilag mindent, ö, mindent na, na, meg lehet csinálni. Nekünk viszont dolgunk az, hogy megnézzük, vagy legalábbis megpróbáljuk... Ö, kikutatni, hogy a pénz maga hova ment el, Igen. nyilvánvalóan nem nyomozati, hanem újságírói eszközökkel. Én éppen ezért ezzel a politikai kapcsolatokkal most csínyán bánnék mert a végkifejlet azt mutatja, hogy korán sem bírtak olyan erős politikai kapcsolatokkal, mint amit ö, ö, magukról elhitettek, valószínűleg inkább információval bírtak. Ennek a végső megállapítások szempontjából döntő jelentősége lesz. A kérdésem az inkább, hogyha helyben nézzük az egészet, de mondjuk szexárdra koncentrálunk, és mondjuk elköltenek ott 300 millió forintot. Azt, hogy erről mindenféle pályázatírók, különböző bonyolítók, ilyen hálózati veszteségként elpárologtatják a, 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 maguk hasznát, akár olyan közbeiktatott technikákkal, hogy 40 helyen adják el ugyanazt az egyébként egy helyre sem alkalmas munkafizetet. Ez egy ügy. De hogy főleg, hogyha egy városba nem egy helyről érkezik pályázati pénz, tehát nem csak öveges program hanem csomó minden más egyik. Szexárd méretű városban azért látszania a kéne azon, hogyha valaki ezen helyben gazdagszik. Mert nem helyben, tehát ez a lényege, hogy nem helyben. Tehát még véletlenül sem, tehát itt volt ugye ennek a projektnek volt nem tudom én tíz közbeszerzése, véletlenül sem hívtak meg helyi vállalkozót. Tehát a, ugye ezek meghívásos közbeszerzések, ez nagyon fontos, hogy nem úgy volt, hogy kiírta, hogy figyelj, lehet itt ö, nyitó rendezvényre ö, adjál ajánlatot szendvicsekre, hanem meghívtak három vállalkozást. Volt olyan, ugye bementem, láttam a borítékokat, ahol a három ö, ö, ajánlatnak a borítékjára ugyanaztal a kézírással írták be, és ugyanabban a percben hozták be a három ajánlatot, ami elvileg teljesen különböző volt. Na most az, hogy politika benne van-e vagy sem, ez egy fontos dolog, még ezt hagyd mondjam el. Ö, ami egy későbbi, ö, nem, ez korábbi tapasztalatom volt, Kvázi ugye ezt én el szoktam mondani, hogy ami felvétel készült a Hát. Uh... Trafik trafikbotrányról, amit én azt hittem, hogy soha nem kell kirakni, mert azt gondoltam, hogy lesz több ember, aki azt fogja mondani, hogy igazat mondok, de végül egyik képviselőse volt, aki azt mondta, hogy igazat mondok, és ezért volt a felvétel, ezért kellett kitennem. Az a felvétel egy másik csalás Most miatt. Most arról a felvételről én... beszélünk, ami a szexházi Fidesz frakció ülésen készült, Igen. amikor a polgármester a helyi trafikok győzteseinek a nevét ismerte. Igen, ez így van, ez egy ismert felvétel. Ezt ugye nyilvánosságra kellett hozni, de azt is elmondtam többször, hogy az azért készült, mert volt egy másik csalás, egy másik hűtlen kezelés, ahol az ügyvédem azt mondta, hogy hát én ezt mindenképp rögzítsem, ahol erről beszélget a frakció, mert, mert hogy az annyira hűtlen kezelés, hogy ezt nem lehet megúszni amikor arról döntöttek, akkor már nem voltam végül frakciótag. A lényeg az, hogy azokon a felvételeken, ugye kettő ilyen volt, volt még egy nagyon durva dolog, amit én sokszor szoktam idézni, mert elmondja az egésznek a rendszernek a lényegét, ahol az akkori alpolgármester, most már polgármester, elmondta nekünk a szó szerint, hogy ma Magyarországon úgy történik az Európai Uniós pénzeknek az elosztása, hogy lejön Budapestről egy ember, egy cég, cégnek az a alkalmazottja, és azt mondja, hogy ő hozott egy projektet. Hoztam nektek egy projektet. Nem tudom, mit tudom én, ledes izzócseréket, vagy hoztam, ö, ö, ovodát lehet felújítani. Ö, én megírom a papírokat, megírom azt a vaskos dokumentációt, ami kell, minden, nektek vele nincsen semmi dolgotok, sőt, biztosítom, hogy nyerni is fogtok. Cserébe csak azt kérem, hogy a végén én mondjam meg, hogy ki legyen a kivitelező. És hogyha ezt, de szó szerint ezt utána lehet keresni, a neten ki is raktam. És hogyha ez nektek nem kell, semmi baj, viszontlátásra, látásra, van egy, mert úgy, akkor átmegyek egy várossal odébb, mert nekem van egy kvótám abban a projektben, tehát ahol nem tudom, óvoda felújításra lehet ö, pályázni, abban én kaptam egy kvótát, és én oszthatom el, ö, és én ezt biztosítani fogom. Tehát nem úgy történik, rég nem úgy történik a történet, hogy van egy tisztes közgyűlés, vagy, képviselő, vagy a képviselők, és akkor beszélgetnek, mit kéne itt csinálni, mire van szükségünk, és akkor eldöntjük, hogy hú, itt nem tudom, utakat vagy járdákat kéne felújítani, akkor nézem, hogy mikor lesznek ilyen pályázatok, és akkor bepályázok, és akkor majd pontozgatnak. Hanem már, amikor kiírják, és ugye a Tiborcz fel dolognál is erről volt szó, ez volt a legdurvább dolog benne, hogy már, meg sem jelent, vagy még meg sem jelent a lehetősége annak, hogy majd lehet ledlámpákat felszerelni, már akkor eh, arról egyeztettek velünk eh, a, a, a polgármester és fönt a cég, a Tiborsznak a cége, hogy majd hogyan fogják ők visszafizetni az önrészt erre. Tehát vannak cégek, akik ott vannak a projekt kiírása előtt már, és ők megkapnak, hogy ebből nem tudom, három milliárdot te osszál szét, ebből te fogod szétosztani. Természetesen innentől kezdve esély sincs arra, hogy a végén eh, bármilyen közbeszerzés, valódi közbeszerzés történjen, hiszen nem a a helyi képviselők, vagy nem a helyi képviselő testületek kezében lesznek ezek a közbeszerzések, hanem majd megmondják Pestről, hogy kiket kell meghívni. És akkor még bocsánat, a kérdésre, bocsánat, majd bocsánat, bocsánat, bocsánat. Még, a, még a kérdésre, tehát hogy hogyan, egyrészt ezért nem látszott senkin, hogy gazdagodik, mert ezek nem helyi cégek voltak. Másrészt a, a polgármester azon nagyon szépen látszódott, hogy hogyan gazdagodik, tehát azt, 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 azt látszódott. Hát hát erre is... volt a kérdés, bocsánat, a... Csak a kérdés az erre vonatkozott, mert hogy oké, rendben, hogy a cégek azok nem helyiek, de akik ezeket a pályázatokat megnyerik, döntenek róla, azok viszont igen, bentülnek a képviselőtestületben. Igen, tehát a, a, nyilván a polgármesteren volt, látszódtak a gazdagodások, de hát ugye természetesen van ennek nyilván módja, hogy hogyan lehet azt ö, úgy csinálni, hogy az ne legyen ö, lebuktatható. Hát hogy tudjuk, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer ugye egy, egy elég komolytalan dolog. Másrészt pedig, hogy aztán mi az osztozkodás, tehát hogy mennyit kell ebből ennek a cégnek leadni odafönt, és mennyi ment a polgármesternek. Hát erre van az, hogy ezt kéne egy nyomozásnak kiderítenie, megvan ennek a módja ugye, hogy hogyan lehetne, hogyha ezt valóban el akarják kapni a felelősöket. De azt látjuk, hogy ebben az ügyben semmit, nyilvánvalóan semmit nem tett a, a nyomozó hatósága azért, hogy ennek a szervezőit elfogja. Tehát nekem van olyan papírom, amikor a központi napnyomozó, bocsánat, a közép-dunántúli napnyomozók továbbadják, mert azt mondják, hogy ránézek erre a mintázatra, és ezt nyilvánvalóan csak központi lehetett szervezni, de a végeredményt is látom, hogy 8 év után három kis pici halat fognak meg, és elengedik a tanterem foglaltság szoftvereket, elengedik a 10 milliós nyitórendezvényeket, és elengedik a szövegszerkesztéseket, és szó sincs a vádiratban a És ezt hát látszik megerősíteni, itt a politikai kapcsolatokra is visszautalva, az az információ, amit én a forrásaimtól kapok rendszeresen, ugye a legutóbb az öveges kapcsán nyilatkozó volt tankerületi vezető, mondta azt, meg is írtuk, ugye, hogy ő szeretett volna egy helyi vállalkozót is bevonni ebbe a, a projektbe, a, 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 versenybe, hogy, hogy kit bízanak meg az öveges kapcsán, és egyszerűen leszíták, hogy behívták az önkormányzat, és azt mondták, hogy mit képzelsz te, ez központilag van irányítva. Egy, a másik, egy másik anyagunk, a Rákóczi falvai, ugye ez nem a Fideszes illetve ő is Fideszes volt, ez egy másik, nem a debreceni Korsalajos, aki elmondta, őt, őt nem, ő nem gazdagodott meg, ezen őt bevonták, bekényszerítették egy ilyen helyzetbe úgy, hogy forráshiányos volt az önkormányzat, és azt mondták neki megint csak felülről a, a területi Fideszes vezető. Ugye ezt ő részletesen elmondta, hogy nem baj, ezt a pályázatot ide tegyétek, ezt ide, majd mi megmondjuk, hogy ki lesz a vállalkozó. Tehát úgy szerintem igenis, én, én az én azért nem értek egyet András, hogy itt, itt politikai kapcsolatok nincsenek, de de igenis vannak. Én azt mondtam, hogy ezzel bánjunk csínyán. De egyébként én fel fogom tartani, amit mondtam, és alapvetően más egy falu, és más egy megyeszékhely. Én Most a kérdésem az arra vonatkozott, hogy helyben látszódnak-e. Ákos mintázatokról beszélt. Az én... E, Hogyis nem tapasztalatom, meg több évtized felő, felőlelő tudásom szerint ezek a mintázatok öröklődnek, és nem feltétlenül. Azért próbálom ezt feszegetni, mert nem feltétlenül úgy van, hogy Móriczka vagy az átlagolvasó elképzelő, hogy jön a e, rossz kormány, az nem csinál semmit, alatt a. a, a az ellenőrzésben nem csinál semmit, ellenben kiköldi a sameszait városokba, hogy ilyen meg olyan módon szívják le a pénzeket, hanem vannak nagyon fürge járadékvadász szereplők, vannak nagyon rossz mechanizmusok, beleértve nagyon rossz uniós mechanizmusokat. Ha már elszámolásról volt szó, azt itt egyébként tudjátok, hogy a az európai parlamenti tudósítóknak, az európai parlament fele napi díj elszámolása, vagy szállás elszámolása hogyan működik, vagy uti díj elszámolása? Tudósítóknak, tudósítókról beszélünk, de hát ezt az újságok fizetik, nem? Egy frász, az Európai Parlament fizet. Ah, hogy az ha nem, én erről nem tudtam. De Há hogy csak ez mondom, most, hogy mene, hogy... Én van tapasztalatom erről, is elmondom, bemondásra onnan Ona megy az ember az Európai Parlament ülése alatt a Strasbourgban vagy Brüsszelben a sajtóirodára, és azt mondja, hogy vonattal jöttem Budapestről, az ennyibe kerül. És készpénzben leszámolják neki. Jó, hát ez a világ nyugati felében, vagy az Európa nyugati felében ez nem szokatlan, hiszen a brit képviselői elszámolások is, nem tudom, 5-6-7-8 évvel ezelőttig, amikor nagy botrány volt, bemondásra mentek, de én nem hát Meg az, európai parlamenti képviselők, ennél maradva, volt, igen, eh, az, azok kapnak arra, hogy ugye időszakonként, parlamenti ülésszakonként az egész parlament költözik, hogy miért ezt ne tőlem kérdezze bárki is, és ezért kapnak szintén napidéjat, hogy Strasbourgban béreljenek maguknak ingatlant és a munkatársaiknak és több európai parlamenti képviselő azzal bukott meg, hogy az irodájukban aludtak, és a Strasburgi irodát azt azért ellenőrzik ilyen fokozottan, hogy a képviselők nem maradjanak ott éjjel. Igen, igen, ezt ugye nagyon gyakran hallja az ember, különösen a kormány oldalról, hogy hát mindenhol lopnak. Egyrészt ez valószínűleg igaz, a mértékek a mások. A, amit ugye az előbb nem tudom, mi tegeződünk, tegem, hogy mondjuk. Persze, igen. tegeződünk, ez az most, az most az előbb, el el ismerjük igen, egymást köszönöm, tíz évet. Igen, igen, köszönöm szépen. Igen, tehát amit a, a előbb ö, mondtál, azzal együtt én mégis azt mondom, hogy belülről a Fideszből tapasztalatom is, és aztán a hosszú évek alatt, amiket ezeket a mintázatokat nézem, én azt hiszem, hogy elég sokszor bizonyítottam is, hogy igenis úgy működik, hogy jönnek ezek a bizonyos emberek, akik a kormányhoz elég jól be vannak kötve, és amikor ők intézgetnek dolgokat, akkor gyakorlatilag azt meg lehet csinálni. Ez az öveges programnak ez az üzenete, tehát a mintázat megmutatja, hogy központilag szervezték, máshogy egyszerűen nem történhetett, mint hogy központilag ezt megmondták a polgármestereknek. Ugyanez a Tiborcs ügynél is egyszerűen nem történhetett meg az, hogy 13 önkormányzatnál szó, szinte szó Szó szerint ugyanazokkal a kondíciókkal írják ki a közbeszerzéseket ez csak akkor történhetett, ha ezt megmondták ezeknek a polgármestereknek, hogy ezt kell megbízni, és ezzel, ezzel történik. A másrészt viszont, csak hogy ugye a, a itt a kérdésben mondott állítást alátámasztom, egy másik alig ismert példát azért hagy mondjak, az meg Szexától ö, 10 kilométerre tolnám volt, és ez még 2008-ban volt, ahol szintén van egy ilyen céghálózat, ez a DFT Ungária nevű céghálózat, az átlátszó újságíró Becker András hónapokat dolgot, nagyon szépen fölírta, és úgy kiderítette, és utána talán kapott háromszor tíz megosztást rá. Pedig gyönyörűen megmutatta magát a hálózatot. Ez a DFT azt csinálta, hogy a munkatárs, munka, tehát a beosztottai is létrehoztak cégeket, és aztán ezeken az úgynevezett közbeszerzéseken, meghívásos közbeszerzéseken mindig ezek indultak elvileg egymás ellen. Tehát a DFT munkatársai indítottak közbeszerzéseket, természetesen nem volt szó, sem volt versenyről. Azért hozom ezt ide, mert ez a DFT nagyon ment a Fidesz alatt, de már 2008-ban is volt egy olyan tolnai eset, akkor tolna az már fideszes vezetés alatt volt, de még ugye ö, 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 előző kormányról beszélünk, és ez a DRT hungária nek a vezetője lement egy közgyűlésre, egy tolnaváros közgyűlésére, és belemondta azokat a dolgokat a, a ö, jegyzőkönyvbe, és ezeket mind a mai napig meg lehet találni, hogy elment, egy, hogy hoztam egy projektet. Államreform program és a önkormányzat hogy mondjam, szerkezet átalakításáról tanulmányt fogunk írni, 25 millió forint, és hogy azt kéri, hogy ő bízza meg a közgyűlés azzal, hogy ő ezt elő, de, és ő csak azt kéri, hogy a végén ők csinálják meg. De ezt közgyűlésben nyíltan belemondta. És hogy felállt akkor ugye ott helyben ellenzéki, de országosan kormánypárti mszp s képviselő, és mondta, hogy hát de elnézést igazgató úr, hát ugye van egy olyan, hogy közbeszerzés, és hát mi azt nem tudjuk megígérni, hogy maga nyeri azt a közbeszerzést. de hogy is semmi baj, ez mind, amit mondok, ez jegyzőkönyvben van, semmi baj, mert majd azt egyrészt biztos vagyok benne, hogy a olyan feltételekkel fogjuk kiírni a közbeszerzést, hogy annak csak a mi cégünk, mert a mi cégünk az annyira ért ezekhez a szervezetfejlesztésekhez, hogy csak a mi cégünk lehet ö, nyertes. De ha ez nem megy, akkor majd ketté veszük, hogy ne kelljen kiírni közbeszerzést. Ugye ez mind a kettő bűncselekmény egyébként, mert az egyiknél ugye a referenciákkal fogja a közbeszerzést manipulálni, hogy csak ő indulhasson, a másik pedig ugye szétszedi, hogy látszólag külön feladat lenne, közben pedig egy valódi egy, egy feladat lenne, és ezért, hogy lemenjen az értékhatár alá, és ne kelljen közbeszerzést kiírni, tehát két bűncselek, mint mondott bele a jegyzőkönyvbe. Tehát való igaz, hogy nyilvánvalóan voltak úgymond az előző rendszerben is ilyen kísérletek és ilyen szereplők, az előző kormány alatt, most már rendszerről is beszélhetünk. De az, hogy ez ennyire kontroll nélkül történhessen, és amikor lebukik, Nyolc évig lehessen szórakozni egy ilyen, egy ilyen nyomozással, és a végén legyen pofája az ügyésznek azt mondani, hogy három kis pici, egészen kis pici halat, összesen a 14 vagy nem, nem tudom hány milliárd, attól függ, hogy számoljuk el, majdnem Sok, 20. Majdnem igen. 20 milliárd forintból, háromszor 70 millió forintot veszek elő és többit hagyom a fenébe, és ezt is csak azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy az öveges programból se lett semmi, ez gyönyörűen bemutatja a rendszert. Tehát nekem az az állításom, nem az az állításom természetes, hogy az előző kormány alatt nem loptak, Nekem az az állításom, hogy itt teljes kontroll nélkül megy, hatalmas, az öveges program gyönyörűen mutatja, hatalmas mértékben, teljes kontroll nélkül, és a végén az igazságszolgáltatás ki fogja szedni ezekből a, 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 a valódi szervezőket. A Boldog István ügye ahol egyébként szintén arról van szó, hogy már a külső adatbázisokból, amikor én hallottam, hogy a boldog lebukott, a külső adatbázisokból megnézem, és látom, hogy mi történt, mert látom, hogy mindig ugyanazt a két céget hívták meg, és megnézem, hogy a két cég korábban semmit nem épített, az egyik az egy e, székes trafik, a másik meg én nem tudom, de amikor jöttek ezek a pályázatok 17-ben, akkor a boldog körzetében csak abban mindig azt a kettőt hívták meg. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy ezt ugye megmondták nekik, és ugye most már tudjuk a nyomozásból, hogy ott a Boldog István a strandon hívta oda a polgármestereket, ugye, hogy a vízben mondta el, hogy kiket kell meghívni, mert ugye azt nem lehet fölvenni, ilyen trafinált volt a Boldog. De ez nem menne, a Boldog sem tehetné meg, hogyha ezt a rendszert, ezt a rendszert egészen felülről nem hagynák, és nem tudnám ugyanezt a rendszert a Szabó Zsoltnál mutatni, ott is van nyomozás, nyomozgatás. Ez a, a Szabó Zsolt és, az a... És ugyanezt a Hevesi. Egy Hevesi. hevesi e, és ugyanezt ország, a rendszert, igen, ugyanezt a rendszert a Máté szalkába, a Kovács Sándor, szintén egy képvis Elő. Ugyanúgy ez az a, a adatbázisok alapján a rendszer látszik, de az, hogy ezt kiengedi meg, és hogyan engedik meg, az az, az, az nem. Lát. Jó, eh, akkor csapjunk egy kicsikét ebbe bele, eh, maradhatunk aztán az övegesnél is, csak akkor jöjjön ki az, hogy mi nem értünk egyet. Noha ígéretet tettem arra, hogy nem fogok a fejeden ugrálni, ezen ígéretemet természetesen nem tartom meg. Eh, hogy, hogy az én állításom pedig az, hogy hogy van egy illúzió, amit, amit keltesz, hogy rámutatsz egy olyan felelősre, eh, amelyiknek számtalan eh, vétke van az elmúlt 12 évben, de az ilyen jellegű korrupciót vagy magyar működést eh, azt semmivel eh, nem gerjesztette. A, ezek a pályázati járadékvadász cégek, nem, nem is feltétlenül csak járodik vadász, mert bizonyos dolgokat még, még, intéznek is, vagy munkákat elvégeznek, ezek már Brüsszelben kezdik el a tevékenységüket, nem, nem egy közülük Brüsszel irodát tart fenn. Már eleve a kormányhoz mennek úgy oda házalni, hogy nekik információjuk van azzal kapcsolatban. Ami engem érdekel, az nem az, hogy egy kormányt kiveszel, vagy azt mondod, hogy milyen ügyész eljárása hiányzik, hanem az, hogy mi magyarok hogyan működünk. Egy olyan erős minta van, ami nem csupán az előző kormányra mutat vissza, hanem ugye visszamutat a rokonokra, vagy visszamutat még szátra. Hogy ezeket a, a szereplőket folyamatosan kiter, kitermelik a, 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 a magyarok, és szerintem az ezzel való szembesülés, hogy mi így működünk, hogy igen, elküldjük oda az országgyűlésbe azt az embert, hát jó, persze lopnak belőle, de nekünk akkor is itt lesz ebből bölcsödénk, meg bicikliutunk, ez így működik, hagyjuk, ne firtassuk, ezek mi vagyunk. Itt ugye két állítás volt, az egyik számomra is új, hogy ezek a cégek Brüsszelbe vannak kötve, tehát hogyha erre van bizonyítékod, vagy felter, akkor azt nagyon szívesen hallom. Tehát az egy, az, az nem érdekel, úgy értem, hogy Brüsszelben, hogy, hogy az Európai Unió tartja fenn, hanem az, hogy információkat próbálnak leszívni, és azzal házal. De hogy nem? Persze. De a, tehát, ha van, akkor azt, azt közzé kell tenni, mert, mert az egy nagyon fontos. Az egy más kérdés, hogy szerintem sem kellene, tehát a Brüsszel ezt végig mert ugye a Fidesznek nem tudom hány képviselője volt a, a néppártban, és amíg a néppárti többsége volt ugye a, a, a EP-nek, addig, 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 ezt nagyon szépen végig asszisztálták, és valóban nagyon szépen szemet hunytak e felett. Ebben egyetértünk. Abban is egyetértünk, hogy mindig volt lopás, természetesen, sőt van Németországban is, meg mit én, Olaszországban, pláne máshol is van lopás abban nem értünk egyet, vagy én azt, arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy akkor, hogyha egy hatalom elveszti a kontrollját, akkor, hogyha egy hatalomba a teljesen nyilvánvaló bizonyítékok ellenére az, az ügyész szabadon fogja engedni ezeket az embereket. Ez történt a Tiborccal. Tehát teljesen nyilvánvaló, tök egyforma, kívülről látható csalások voltak, de ott volt a hangfelvételem is, ahol még kise írták, a, 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 projektet, nem a közbeszéd, projektről a szót hivatalosan nem is tudhatunk volna, de a polgármester főhívta Mancikát, úgy hívták, Man nem, bocsánat, Manc Ivetnek hívták, Ivettet, főhívta az Eliosnál, aki a lámpákért felelős, és Ivetke megígérte, hogy majd visszaadja nekünk a, a önrészt, tehát maga a, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a rendszer működik így, és akkor, hogyha teljesen, és ezeket ennek ellenére, az Olaf rengeteg bizonyítékot mondott, mindent bemutatott, de én is hoztam, mondom, ez a bizonyíték. Ennek ellenére a horvát az most is képviselő, azzal együtt, hogy hangfelvétel volt, ahogy ezt a közbeszerzést leveszélte meg ezt a projektet, ez a rendszer elengedés. Hogyha a rendszer Farkas Flórián, ugye másik történet, Farkas Flórián, mindent tudunk róla, hogy hogyan csalták el, semmit nem csináltak, semmi nem valósult meg, de a rendszer kiengedi. Tehát az a különbség, hogy azért Nyugaton mert mondhatjuk, hogy a mocskos nyugat, mert ugye mostanában az divat, meg Brüsszel, azért, hogy ha lebukik valaki, azért az, annak szokott lenni következménye. Az, hogy többen, és egy, egy miniszterelnöknek a, 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 a veje lebukik, konkrétan, Betudjuk tudjuk hogy napnál világosabban hangfelvétel van, még egyszer mondom, ahogy a polgármester megbeszéli uh, Manc Ivettel, hogy uh, hogyan fogják ezt lebuherelni, ezt a dolgot, és, és nincs következménye. Én azt állítom, hogyha egy rendszerben a teljes kontrollja elvisz a hatalomnak, akkor az az egész országot veszélyeztetni fog. Nem mindegy, hogy 10% vagy 30%, ugye, mert ez nagyon nem mindegy, hogy mennyit lopunk el belőle. Lehet azt mondani, hogy Németországban is drágábbak a közbeszerzések, mint a magánbeszerzések. De nagyon nem mindegy, hogy abból 10% megy el 30 vagy 50%, mint az egészségügy beszerzéseknél szinte mindig az 50%-os túlárazást látjuk. Én szeretném, én nem értek egyetlen Andrással, de előre azt mondanám, hogy részben mégis igaza, mert ugye emlékszünk a borkai ügyre, ahol ugye a Borkai Zsoltot, mindegy nem ismertetem mindenki ismert történetet, ugyanúgy megválasztották. Aztán később ugye lemondott, ez, egy... ez, egy más dolog, megválasztották a... a bocsánat, akkor befejezem gyorsan, rövid leszek, viszont a több, nem értek egyet az, amit az András mondott, már pedig azért nekem nincs információm arról, hogy bár biztos vannak Brüsszelben is megmahinált ügyek. Ez ezek lobby cégek, én ezt fentartó, értem, meg, meg, de meg. az én tapasztalataim a vidéki Magyarországról azt támasztják alá, amit a, az Ákos mondott. Beszéljünk mondjuk arról az ügyről. Egyrészt a, az Elios ügy kapcsán a Rákóczi falvai polgármester egy ugyanilyen történetet ismertetett, ott ott a képviselők nem szavazták, meg ott egy másik ügy lett, De mondjuk ne, Brüsszel, ne a brüsszeli lobbistákat hibáztassuk azért, amit, amit abban a történetben, szintén a Rákóczi falvai történetben hallottam, és a miniszterelnök úr nem válaszolt azóta sem erre a kérdésemre, hogy az ő testvére egy vidéki szállodában, és ezt három különböző volt polgármester erősítette meg, egy vállalkozóval leült és oda hívogatta a helyi polgármestereket. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen történetekért nem brüsszeli lobbisták felelnek. Tudjuk hát, már férj, nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy vannak cégek, és bizonyos ja, részben még munkát is végeznek, hogy a szisztémát uh -huh. lássuk. Uh -huh. Ez úgy néz ki, hogy ezek többnyire információval házalnak. A Szexárdi képviselő testület a büdös életben nem értesült volna arról, hogy üveges program van, hogyha egy ilyen járadék oda nem megy. De mondom tovább neked. De hogy most. Nem. Mondom, mondom neked tovább, és ez várjál, van egyébként ennek egy másik tanulsága. Szóval, amikor itt nyugatról beszélsz előbb, akkor nyilvánvalóan beugrik a, a magyaroknak Bécs, és aztán így Németország felé ö, tekint el, körülbelül ez van a látókörében. De ha már azt mondom, hogy Olaszországban ez hogy működik, hát ugyanúgy, mint nálunk pedig az Unió alapító az Európai Gazdasági Közösség alapító tagjáról beszélünk. Hát különböző nem modellek vannak, ez mondjuk más szempontból lesz érdekes. De hát, Ákos, olyan országról beszélünk, ahol Princ Gábor Isten nyugasztalja felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és az nem üveges program volt, és nem 2,8 milliárdot kellett visszafizetni. Szerintem különböző dolgokról beszélünk, és ezek a különböző dolgok össze vannak mosva. Nem, szerintem nem. Tehát én, amiről a legtöbbet beszéltem az elmúlt időszakban, ezek valóban gyakorlatilag az Európai Uniós pénzeknek a, a, a elszervezése volt, és erre hoztam konkrét példákat. Olyan példákat, amik normális országban, és akár Olaszországot is mondhatjuk, tehát hogyha ilyennel megbukik, még az olaszoknál is le fogják csukni. Hát hogy olaszok... megválasztják miniszterelnöket. Igen, vagy először 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 ugye elítélik. Igen, lehet ilyen. Na most az, hogy miért nincs, mert azt ugye nagyon gyakran hallom, és akkor miért nincsenek politikai következménye, és akkor a, a, a magyarok milyen hülyék, meg ú, ez a rokonokban, meg mindegyikben benne van, az egy másik kérdés. Arról ugye nem lesz rá ö, sok pénzünk, vagy az idő sok idő Sok időnk, az idő pénz, ugye, úgy szokták mondani de arról, pláne veled is nyilván sokat vitatkozhatnánk. Én azt mondom, hogy amikor van egy teljhatalma egy hatalomnak, és azzal kiépít egy olyan propagandagépezetet, amivel sokkal több emberhez juttathatja el az ő üzenetét, mint amivel az átlátszó eljutatja, mert van még, van átlátszó, ahol tényleg elmondjuk az igazat, itt is el lehet mondani az igazat, vagy elmutatja még néhány helyen el lehet mondani az igazat. Ha ő eljut, az igazság eljut másfél két millió emberhez, a kormány, amit mond, az meg 8 millióhoz, akkor ő fog, ő oda jutni. Tehát én azt mondom, az övege, hogy visszatérjünk az öveges programra, ennek a pofátlansága, ennek a teljesen felderített, és nem csak én, az Olaf is felderített, ugye Olaf három milliárdot kért vissza, de azért, mert odaírta, hogy annyi közbeszerzés volt, hogy egész egyszerűen fizikailag nem tudta az összeset megvizsgálni és lebuktatni. De gyakorlatilag, egy teljes zöld lámpát ad a magyar kormány ezeknek a pénzeknek a legpofátlanabb ellopásához, és utána nyolc éven belül ennek sem, 8 év múlva meg sem próbálták ennek a felelősség földeríteni, az lesz ugye az abszurd korrupció, amikor legfelülről irányítva, és legfelülről irányítva történik az uniós pénzeknek a szervezet ellopása, és annak nincsen következménye. És mondom, átmehetünk a Tiborchoz is, annak ellenére, hogy azt már nagyon unják, de sorra, 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 én az elmúlt éveimet arra tettem fel, hogy itt egészen konkrét dolgokat mutattam be, gyakorlatilag egyetlen egyszer kaptam egy úgymond elmarasztalatú ítéletet, ugye ilyen becsületsértési perben, ott is egy vidéki egyetemnek a közbeszerzéseiről hét állítást tettem, ami, amiből hatban fel mentettek egyet nem tudtam, mert elfelejtettem az e-mail címét, vagy nem találtam meg, kitöröltem, mert azt kérte az informátort, töröljem az e-mailt, kitöröltem az e-mailt, és akkor utána nem találtam meg az informátort. Tehát én az elmúlt nem tudom hány évben egyetlen egy sajt, vagy nem, nem sajtó, vagy becsületsértési pert vesztettem ezzel, pedig nagyon konkrét megállapításokat, nagyon konkrét, és legtöbbször nyilvános adatbázisokban megtalálható és De az senki, az én találta. biztos, hogy nem mondtam azt, hogy ezek nem konkrét én azt nem mondom, mondom, én azt mondom, hanem az ebből akadó konstrukció vagy felépítmény, amit kell szerintem az azok nagyon különböző dolgok. A, a, a lényege az egésznek egyébként bőven elég, amit már itt szó szerint elmondtam, tehát jön a cég, megkapta a projektet, ő szorhatja el a projektet, azzal nincs semmi, menjen oda, és az egy lobbizon, vagy mit, menjen oda, és te adjon tanácsot, hogy jelent meg ilyen, jelent meg ilyen csókolom, jelent meg ilyen pályázat, és én segítek megírni. Addig teljesen rendben van ugye a rendszer. De onnan, amikor elmondja, és hangfelvétel is van róla, hogy elmondja a polgármesternek, hogy cserébe én azt kérem, hogy én mondjam meg, hogy ki a kivitelező, és én biztosítom, hogy ez nyerjen. Tehát normálisan ő nem mondhatna azt, hogy ő nyerjen, de én fogom megmondani, hogy ki legyen a kivitelező. Ez az, ami Unikum. Tehát ilyen, és hogyha ez lebukik, elmond, lehet más országban is, hogy csalnak közbeszerzéseken, de hogyha ez így lebukik, és ennyire központilag, és az, hogy teljesen független egymástól, teljesen független önkormányzatok szó szerint ugyanazt írják ki például a LED lámpánál, és utána ebben a LED semmi, nincs nyomozás, lezárják kétszer a nyomozást, ez az, ami unikum Magyarországban. Vagy a De ez az unikum, hogy nézed meg akkor mondjuk 2000-es évek elején a budapesti kerületek parkolási közbeszerzéseit, meg azoknak igen. a kiírásait, ugyanezt fogod találni. Bocsánat? De várj, ugye te 2006-tól voltál? Egy... 2006-tól voltam, ö, igen, 2004-től lettem tag, és 2006-tól lettem képviselő. Bocsánat, nem, soha nem mondtam, hogy a másikban nem voltak ilyenek. Soha nem mondtam. Most a külföldi példákról most, most képes, vissza, a beszéltünk. A magyar, igen, Eddig a külföldiekről, de most jöjjünk vissza a magyarba. Én soha nem mondtam, hogy az előző kormány alatt ezek nem működtek, csak nem működtek ennyire szervezetten és ennyire pofátlanul, és amikor volt ö, ö, ugye lebukás, akkor kicsit piszkálgatta is, de megint csak ugye azt mondom, hogy a, a hagyóügyben ügyben, én például én azt gondolom, hogy fel sem merül bennem hogy ott nem volt ö, ügy, de azt viszont látom, hogy az ügyész olyan nem nagyon igyekezett azt bizonyítani. Nem fogjuk így ö, megérteni, egymás én nem erről beszélünk. És még csak azt sem akarom mondani azt, hogy egy kutya az egész, hanem az, hogy van a. a források eltérítésének van kétféle módja, amelyik szervesen velünk él. Azért kérdeztem előbb, hogy te mióta is vagy képviselő, emlékeim szerint 2006 óta, igen, tehát akkor a legjobb, 2006 és 2010 között Szexárdon voltál Fideszes önkormányzati képviselő. Ez az az időszak, ennek az időszaknak a második fele, amikor közvetlen mellettetek építették meg az M6-os autósztrádát, ahol, ahol szól nem öveges program, meg nem, nem az, hogy egy a munkafüzet 40 helyen, meg nem az, hogy 10 millió egy cateringre, ahol három tanár jelennik meg, hanem effektíve földet hordtak az autópálya fölé, hogy lehessen alagutat építeni. De itt mi az állítás? Tehát ez mit cáfol bennem? Ez, ez azt jelenti, hogy ez a része a Rendszer független magyar élet. Ettől nem. függetlenül, ettől függetlenül, nem. ami egyébként a Trafik mutyi ilyen volt, ez az első periódusban zajlik. A Fidesz egy nagy mérvű vagyon átrendezést hajtott végre. Nem. Erre mondta azt Lánci András, hogy amit korrupciónak hívnak, az a Fidesz politikájának a lényege. Nem. Eljutunk viszont egy ponton oda, és ezért gondolom, hogy egy ponton túl vitánk lesz egymással, és ez időben egy pont. Nem. nem ö, ö, diskurzusban hogy, hogy a Fidesznek egyszerűen nem lesz arra szüksége, hogy az általad piszkált kis korrupciós ügyekben bárkit is védjen, max a Tiborcot kivelekítik onnan, meg még egy-két embert, ne foglalkozom vele, mert már amúgy is megnyeri a lehető legtisztább módon a közbeszerzéseket, mert nincsen versenytárs. Karácsony Gergelynek, ha a hidat akar felújítani, akkor Mészáros Lőrincsel lesz kénytelen ezt a munkát elvégeztetni, vagy valamelyik alkalmazottjával, vagy egy multinacionális céggel kétszer annyi áron, mert nincsen más. Szerintem jelen pillanatban a magyar helyzet ez, nincsen szigorúbb üldözője a ma a kis korrupciónak, beleértve az ilyen járadékvadász információkkal csendselő dolgokat is, mint a Fidesz. Az MSZP-SZDSZ irában országgyűlési képviselő ellen eljárás nem indult, most már a harmadik Fideszes ellen indult a, a, ebben a ciklusban. Igen. de nem azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ez jobb, meg, meg valami, hanem csak rácsuk hát csak nincs. a rendszert magás. Nincsen érde, tehát egy ponton nem lesz érdek. De Bocsánat, hát egy mondod, szót, vagy mi, Anders, előtt, vagy Ákos előtte még annyit, hogy ne beszéljünk kis korrupcióról, hiszen milliárdos tételekről volt Igen. szó. Tehát ugye uh, én azt mondtam, fel sem merül bennem, hogy az előző kormányban vagy a kormány alatt nem volt korrupció, a, a, a például az autópályaépítéseknél. Ö, ö, igen, valóban, az az autópályaépítés az nyilvánvalóan korrupt volt. Azt is tudjuk, hogy volt ugye az az úgynevezett botrány, ahol a Fidesz is kapott, meg az SDS is kapott, nem lett következménye valóban. Azonban az a szervezetmód, és ez az egészen pofátlan szervezetmód, tehát ahol, még egyszer mondom, egymástól elvileg teljesen független polgármesteri hivatalok vagy, vagy, vagy önkormányzatok, mint a kisangyal csinálják, hívják meg azokat, amiket nekik megmondanak, és utána ezek lebuknak, és semmilyen jogi következménye nincsen, ez ez nem volt, de azért nem volt, nem azért, mert jobb lett volna az a én nekem az az állításom nem kell feltétlenül jobbnak lenni annak az oldalnak, csak abban az abban a részben még féltek attól, hogy esetleg ennek következménye lesz, mert esetleg nem épült ki az a propaganda gépezetem, amivel az egészet egészről el tudom terelni a figyelmet, és tartottak attól, hogy ennek lesz politikai következménye. Hát, hogy nem nekem a, és a, a, harmadik, a harmadik, a harmadik, pedig, pedig ha én mondálhoz. azt mondanám, hogy hagyjuk a picsába ezt az egészet, ne vágjátok ki. Hagyjuk a picsába, mert úgy is lopnak, hülye a magyar lop, akkor hagyjuk akkor akasszuk föl magunkat, vagy menjünk el a picsába. Erre ezt tudom mondani, nem tudok erre De Ákosia, nem ezt mondani. Mondom, hogy én nem mondom. Én vagy... meg azt mondom, hogy ilyen, tehát az, hogy az, öveges, az övegeshez jöjjünk vissza, mert ez azért volt De. nekem fontos, mert nagyon részletesen kimutattam, nem történhetett máshogy, mint legfelülről tervezték, sehogy máshogy nem történhetett, legfelülről tervezték, lebuktak, részletesen lebuktak, és ennek ellene nyolc év után a szervezőknek semmi baj nem mert ilyen nincs máshol Európában. Ezt kell mondanom. És az, hogyha nem vagyok hajlandó, mert azt mondom, hogy nem vagyok hajlandó az Európai Uniós ügyészséges csatlakozni, mert tudom, hogy akkor legalább néhány esetben lehetne következménye a dolgoknak, ez ö, gyakorlatilag teljes nonsensz. Még olaszok is, hogy ne mindenki gyakorlatilag csatlakozott, mi nem vagyunk hoz, hajlandóak csatlakozni hozzá. De mondom, nem mondhatom azt, hogy, ö, ö, e, De hogy nem, ez, ez jó nem így, mondta, hogy vagy nem az, hogy így hogy, Tehát a félreértés essék, Tehát a, a megértés az nem az elfogadást jelenti. Szeretném megérteni a jelenségeket a maguk valójában. De igen, elképzelhető az a szituáció, hogy önkormányzatok, mint a kisangyal csinálják ugyanazt, azt mondom, de elképzelhető Ákos, rólam az első politikai közvéleményt a néhai, vagy közleményt a néhai szabaddemokraták szövetsége adta ki még a 90-es években, annak az országos ügyűjő testülete, mégpedig a Tocsik ügyben. És a Tocsik ügyben sem egy minisztérium döntött el, hogy hogy legyen, hanem különböző élelmes, tűzközeli vállalkozók, és pontosan az történt, hogy nem 40-nel, hanem több száz önkormányzattal állapodtak meg belterületi földérték megváltása ügyében, mert rájöttek egy résre. Jelen pillanatban van egy rés, uniós pénzek elköltése, amely egyébként önmagában hülyén zajlik, mert, mert projekt alapon megy és nem szükség alapon, tehát ez például sokkal fontosabb, és ez már el van a brüsszeli szinten, bizottsági szinten, tehát ha lehető leglegálisabban költik el a pénzt, akkor feltétlenül szükség van-e nem tudom milyen sörénybodorító ló wellnessre, hogy akkor hozzád közeli példát mondjak. Ha mondom, a lehető legtisztább, ferebb, versenyképesebb, ez egy kérdés, az öveges program például ezt felveti, hogy szükség volt-e ezekre a tantermekre, ezekre a munkafizetekre, avagy mondjuk valamelyik nem tudom milyen sokadik hátramozdító bürokrata, ami úristen, nincsen be arra, hogy mondjuk ott helyben megfizessenek három tanárt, mert jobbra, Ez jobban a... járnának vele, vagy egy, vagy egy képzést szexárdó. Ez egy nagyon fontos kérdés, és egyébként behoz egy olyan érvelést, amit elég sokszor szoktam hallani, ezt is elsősorban még a Fidesztől is hallottam annak ide, amikor benne voltam, amikor ott egy-egy ilyen projektnél, hát, hát nem tehetünk róla, erről hát. at, erre adta a pénzt. Ez nem igaz. Tehát a, a, az EU... Az EU operatív programokra adja a pénzt, azt mondja, hogy itt a zsák pénz, és töltsed meg valamivel, töltsed meg a, köz, a, a környezetvédelmet, töltsed meg az oktatást, aztán az EU soha nem mondta, hogy te irassál mindenhol, minden 43 helyen kémia- meg munkafüzeteket. Épp ez a lényege, hogy ezt a projektet odafönt valaki kiírta így, ő maga tudta, hogy teljesen fölösleges, csak arra jó, hogy ezeket a pénzeket valaki ellopja. Semmi más nem jó. Tehát ezt odafönt kellett jóváhagyatni, és nem az Unióban, hanem itt Magyarországon kellett jóváhagyatni. Ezt hagyatni. akartam mondani, bocsánat, akkor, hogy közben hogy van egy irányító hatóság, aki felügyeli, átengedi a pályázatokat, nem tudom, és azt sem érzem, hogy Brüsszel hibája lenne, hogy mondjuk az efop mondjuk és... már abba, hogy kinek a hibája. Nem? De most hibáról azt mondhat, mondhat, hogy a szélek, onnan küldjenek rossz célokra. Rossz, struktúra. rossz struktúra. Igen, de hogy bocsánat, még ezt hagyd mondjam el, Ákos, hogy, hogy amikor azt mondja az egyik forrásom, hogy Mr. 10%-ként hivatkoztak az egyik ilyen döntéshozóra, aki ezeket a pályázatokat eldöntött, akkor ez mégiscsak helyben eredő hiba. Ez is nagyon fontos, maga az ellenőrzés. Ez úgy indult ez a történet, nem csak Magyarországon, hanem az EU-s támogatások. Ugye az EU abból indult ki, hogy odaadja ezeket a borzasztó nagy pénzeket, beteszi néhány zsákba, környezetvédelmi operatív program, gazdaságfejlesztés, emberi erőforrás, és majd ezt ugye az országok szépen megpróbálják jól felhasználni, és majd az országokban lesznek ellenőrzések. Az ellenőrzés lesz Na a sajtó, az egy pillanat. Igen, az, az, a... ellen, az ellenőrzés lesz a sajtó, lesz a, 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 ugye a rendőrség, de leginkább lesz minden operatív programhoz egy több száz fős ellenőrző hatóság, akiknek az lesz a feladata, hogy ugye nagyon részletesen nézzék meg, hogy akkor itt mi történt. Brüsszelben egy, -egy egy operatív programra összesen országonként van egy kvét ember. Tehát arra a EFOPOS programokra, amire nálunk egy 4 fős hatóság van, akik egyébként tényleg csinálják a munkájukat, csak nem akkor, tehát ott, ahol kell, ott nem. Arra Brüsszelben van egy, mert senki nem gondolta, hogy itt néhány év alatt gyakorlatilag leépül a, 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 leépítik a sajtónak nagy részét, felépítenek egy propagandagépezetet, a elfoglalják teljesen az ügyészséget, és gyakorlatilag mindent megtesznek azért, hogy a, a, a bíróság is menjen. el. Szerintem, szerintem ehhez a propagandának végképp semmi köze, mert szerintem az emberek tapasztalatai sokkal fontosabbak, mondjuk helyben, de hogy csak értsük egymást megint. Szóval úgy működik egy ilyen uniós cikluson belül a pénz elköltés, hogy vannak bizonyos, amikor összeállítod a projekteket, vannak hívó szavak, amiket bele kell írni. Ilyen innováció környezetvédelem és a többi, ehhez, ez alapján fogod megkapni. Ezeknek egy része egyébként divatorientált fogalmak, és azt fog kijönni, hogy kitalálnak ilyet, mint az öveges program, mert ez a brüsszeli pontrendszer szerint, amikor összeállítod ezeket a címszavakat, nagyon jól hangzik. és ezért tákolnak össze csomó ilyesmit, de ez a... Ideje sincsen Szerint Lázár a... Jánosnak arra, hogy ezeket a, a, a izéket végig gondolja, ahogy, ahogy 15 éve is volt, meg 20 éve is volt, meg 5 éve is volt, rohangálnak szerte az országban emberek információkkal, programokkal, ötletekkel, megmondják, hogy ki legyen a kivitelező miközben önmagában elképzelhető, hogy magára a projektre sincs szükség, vagy nem úgy? A általában a kiírásoknak, meg a meghatározások azok nagyon szépen működnek, és teljesen valid. Tehát az, hogy például, ha konkrét esetet néznénk, tehát az, a hogy azt a természet, tud... Igen. természet tudományos ö, ö, oktatás borzasztóan rossz helyzetben van, és, ö, és ezzel kéne valamit csinálni, mert már ott tartunk, hogy nincs kémia tanár, és ugye, az, az, hagyja nincs kémia tanár, de akkor aztán hogy fog ugye a gyógyszerész meg a nem tudom, tehát ennek elég hamar ugye mindenki bajban lesz emiatt. Az, hogy ehhez még tantermeket kell adni, én azt szerintem nem a tanterem lenne a legfontosabb, de azt már nem az Unió kéri, hogy itt tantermeket, meg órarend nyilvántartó szoftvereket csináljunk, az már az itteni gógyi volt, hogy hogyan lehetne ebből rohadt sok pénzt ellopni. A tanterem maga a feladat meghatározás, az nagyon szép. Ezt úgy kell, Na, csinál, értünk, hogy legyünk Itt ott, értünk, itt értünk egyet. Igen. Ez az ah. itteni gógyi volt. Volt, Igen. Ez, Igen. A, ez benne, és egyébként, ami Igen. számomra ebből fontos, az megint amit te elmondtál, hogy végül egyébként ebből nem lesz gyógyszerész, de Erről nem azért, azért mert Nigel ott ügyész, hanem azért, mert valahogy távlati eh, azért, látás nélkül. Azért, működ. mert a kormányban néhány nagyon innovatív ember, mert szerintem ez kell ész. Tehát az, hogy egy ilyet kitalálni, egy ilyen rendszert, most csak, a, csak az öveges programot nézem, Ehhez, ebbe azért van szellemi termék, hogy ezt, ezt, ezt összerakni és csináljuk meg. Már pedig lehetett volna, és megint az van, hogy, hogy, hogy a, a kiírás, az innovációs is jó lenne, hogyha, tehát az innovációs pályázatok jó lenne, hogyha itt lenne ellenőrzés, de az ellenőrzés csak akkor van, amikor, amikor véletlenül valami olyan pályázó van, aki, aki, akinek nincsenek olyan kapcsolatai de visszatérve az övegesbe, mint én ahogy a menjem, jogszabályokat hogy, hogy, hogy hogyan is lehetett rá, Csak ennél a pont, hogy mint ahogy a jogszabályok egy jelentős részét is, főleg egyébként a Fidesz hatalmi berendezkedésének elején, 2010-es évek elején irodákban írták, nem minisztériumokban, Igen. ezeket, amit te gónyénak kitalálsz, erre próbálom én megmondom, hogy kit csinálták ezt. Ezeket, ezeket egyébként megmondom. valóban okos emberek, hivatalog... Kft. volt itt, tehát gyakorlatilag Provitel Kft. volt ennek a fő, és ugye ennek a homolya Robert, aki aztán gyakorlatilag ennek az államtitkára volt a Lázár mellett, az egész rendszert ő találta ki. Előtte ugye négy évig a, a, ugye abból éltek, hogy önkormányzatoknál megjelentek, ugye tanácsadó cégként, mint közbeszerzési tanácsadók, nagyon ügyesek voltak, el tudom mondani, nem lesz már annyi Időn, de már elmondtam nyilvánosan is többször, hogy eh, hogyan eh, tudtak ott nekünk segíteni, hogy hogy kik nyerjenek, kik nem nyerjenek. Ennek homoya volt a, a fő felelőse, és aztán ugye a homoly ennek nagyon szép államtitkára volt, majd végül, amikor ugye lázárt félre kellett tenni, akkor elment Máv eh, vezérigazgatónak, aztán látjuk, hogy mi lett belőle. Meg elment és eh, eh, igen. Meg meg, meg jaktozni ugye a Szilászló, ugye, ugye a Szíjjal ő. Tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy kik voltak ezek, csak meg se próbálja senki se eh, ezeket. Eh, Ezeket ezeket lefogni. Persze kellett hozzá, kellettek hozzá okos, okos emberek, csak ezeket sajnos az okosságukat nem arra használták. Lehetett volna ezt az öveges programot. Én, én már hogy csinálom? Ha, ha, előbb, előbb, előbb említett cégnek én például dolgoztam, az én cégem dolgozott a 2000-es évek közepén egy évig, igen, nem tudom. Igen, meddig. Igen, igen. Ö, teljesen valós projekt. nagyon okos fiúk igen, jöttek fel igen, egyébként van. vidékről, kitalálnak ötleteket, igen. rosszul vannak beállítva a rendszerben. Meg ösztönzők, abban igazad van, hogy rosszul vannak beállítva az ellenőrzési pontok, Igen. egyébként pedig a pénzbőség az alapvetően. Igen, ilyet Ezt okoz. a pénzt én azt mondom, hogy lehetett volna, ha csak ezt az öveges programot nézzük, akkor ki kellett volna egy ösztöndi rendszert objektív pontokkal ö, ö, hirdetni, ahol akár a diák részen, vagy akár uh, hátrányos helyzetű diák részen akár ugye a tanár részen nyugodtan lehetett volna őket uh, erre ösztönözni, ezeket premizálni, ehelyett Ugye az történt, hogy hogy, 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 órarend, vagy tanterem foglaltságú szoftverekre lehetett volna például úgy csinálni a háromszáz, ha maradunk annál, hogy, hogy a, a, tantermekre, meg a kísérletekkel mit csináljunk, akkor azt mondtuk volna, hogy jó, 25 millió forintból megcsináljátok a tantermet és a bútot, amennyibe az tényleg került reálisan, a maradékból meg vegyetek vegyszert. Mert ugye az lett, hogy a 300 millióból vegyszerre arra marad 25 millió forint, azt mondjuk körülbelül egy Két év alatt elfogyott, utána ott vannak ugye ezek a tantermek, és ugye videókat bemennek, annyi a különbség, hogy kényelmetlen, mert nincs háttámlája a széknek, és bemennek, és megnézik a videókat, hogy egyébként meg így kéne kinézni. Jó esetben, rossz esetben meg már nincsen tanár, mert szexádon is az van a, 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 a fiam gimnáziumában, hogy fél évenként, negyedévenként új tanár jön, mert nincsen. Jó, Szerintem a lényeghez jutottunk el itt a végére, ha neked még Én az az mondatod, minut, igen, hogy, hogy, hogy ebben az öveges programról nyilatkozó korábbi tankerülető részletesen. Mondta, hogy hónapokon át hajnalban jártak be vonattal Budapestre, hogy jól legyen kivitelez, jól legyen megtervezve ez, és aztán végül Semmi a, senki megre. nem foglalkozott vele. Igen. Hát akkor ez volt. Köszönjük szépen. Az Áthátszó Podcast, Hadházi Jákos, ahol Szabó Krisztiánnal és velem honta Andrással.